Köszöntöm Önöket a vasárnapi Sok olyan kincs van ezen a világon, amiért úgy érezzük, hogy érdemes élni, de egyik sem hasonlítható az anya őszinte szeretetéhez és melegséges mosolyához. Az igazság az, hogy életünk során a szeretet személy elhagyhat, a barátok kiábrándíthatnak, de az anyai szeretet ugyanolyan erős és őszinte marad egész életünkön át. Már kiskorunkban észrevehettük, hogy akkor, amikor édesanyánk ránk mosolygott, minden megtelt szeretettel és ragyog el. Mi pedig gyermekek boldogok vagyunk, hogy mindig mellettünk van. Fordítsuk most tekintetünket édesanyáink felé, és mondjuk teljes szívből. Édesanyám, ma a Te napodon teljes szeretetemmel nagyon sok egészséget és boldogságot kívánok neked, Isten éltesen sokáig. Az anyák napjának eredete az ókori Görögországba nyúlik vissza, akkoriban ünnepséget tartottak Reának, az Istenek anyának. Ő Kronosz az időistene felesége volt, valamint az összes olimpuszi isten és istenű anyja. Angliában az 1600-as években az anyák szombatja adott helyet a húsvéti bőjt negyedik hetében az édesanyák ünneplésének. Ebben a korban az emberek nagy többsége szegény volt, és a gazdagoknak dolgozott, anyák napja alkalmával viszont a gazdájuk házában ünnepeltek, az anyák számára pedig megengedett volt, hogy ezt a napot szerettei körében töltsék. A kereszténység megjelenésével egy időben az Anya Szent Egyház fokozatosan átvette az Isten anya szerepét. A Szibil tiszteletére rendezett ünnepek Máriának, Jézus anyjának ünnepeivé váltak. Az anya azt a spirituális erőt képviselte, amely életet adott és védelmezett. Idővel ez a két ünnep összefolyt és az anyák napjában egyé vált. Julia Wartho 1872-ben azt a javaslatot tette, hogy az amerikai Egyesült Államokban az anyáknak ajánlott ünnepnapja legyen egyúttal a béke napja is. Később 1907-ben Anna Jarvis kampányt indított az anyák nemzetközi napjának rögzítése érdekében. Ez a kampány meggyőzte a virginiai egyházat arról, hogy az anyák napját májusban ünnepeljék, azon a napon, amikor ő a két éve elhunyt édesanyjáról emlékezett meg halálának évfordulóján. Julia rendkívül közel állt édesanyjához, halála után leánytestvérével arra törekedett, hogy legyen egy olyan különleges nap, amelyet kizárólag az édesanyáknak szentelünk. Az anyák napja nem csak az édesanyáknak, de a gyermekeknek is szól, arról, hogy megtanulják értékelni szülei iránt érzett szeretetüket, mivel előfordul, hogy egyesek elhanyagolják édesanyjukat. Julia meg volt győződve arról, hogy az anyáknak szentelt nap megnöveli a szülők iránti tiszteletet, és hogy számos családot köt majd össze. A Giulia által vezetett kampány eredményeképpen az első anyák napja 1908. május 10 i dátumot kapott. Az erre a napra jellemző virág a szegfület, amely Jarvis asszony Giulia édesanyjának kedvenc virága volt. Jelenleg a vörös szegfű az életben lévő édesanyát jelképezi, a fehér szegfű pedig az édesanya elvesztéséről való megemlékezés jelképe. 1910-ben Virginia államelnöke nyilvánította először az anyák napját ünnepnappá. Ezt követően ugyanabban az évben, Oklahomában is megünnepelték ezt, és ettől az időponttól fogva az anyáknapja az összes tagállamba megünneplésre került. 1914-ben az anyáknapját nemzeti ünnepnek nyilvánították, amelyek megünneplésére május hónap második vasárnapját jelölték ki. Napjainkban sok országban különböző időszakra esik az anyáknapja, viszont Ausztráliában, Dél-Afrikában, Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában. Brazíliában, Kanadában, Kínában, Dániában, Finnországban, Németországban, Görögországban, Indiában, Olaszországban, Japánban, Mexikóban, Hollandiában, Svájcban, Törökországban, Ukrajnában, a Balti országokban, a dél-amerikai államokban és az északi országokban ugyanazon a napon ünneplik az anyák napját, mint az Amerikai Egyesült Államokban. 2009-ig Románia azon országok kevese közé tartozott, amelyek nem szenteltek külön napot kifejezetten az anyák megünneplésére, kizárólag a március 8-ai nők napját jelölték ki ünnepnek, kiterjesztve annak jelentését. Így ez a nők részére ajánlott ünnep nálunk a kizárólag édesanyáknak ajánlott ünnep hiányában, bár nem hivatalosan, de átvette az anyák napjának szerepét is. 2010-től azonban a törvény Romániában is hivatalosként ismerte el az anyák napját. 2009. szeptember 29-én a törvény a képviselőkamara által megvitatásra és elfogadásra került, így 2010. májusában az ünnepet Romániában első alkalommal hivatalosan megünnepelték. Ennek a törvénynek megfelelően az anyák napja május első vasárnapján kap helyet. Az anya és a gyermekek között nagyon erős kötelék van. Az édesanya mindannyiunk életében nagyon fontos. Például köztem és a kicsinyeim között különleges kapcsolat van, ugyanúgy, ahogy az anyukám és köztem is. Ha történik valami, azonnal megérezzük. Az édesanyja nagyon fontos, a legfontosabb szerepet játszik mindenki életében. Ő tanít meg az első dolgokra, és tiszta szeretettel áraszt el minket. Anyák napja alkalmával emlékezzünk meg mindannyian arról a csodás teremtésről, aki közülünk mindenkinek az életében egyedi, aki szíve alatt hordozott és életet adott nekünk. Mert mi lehetne szebb és felemelőbb ebben az életben, mint hogy életet adj, hogy végtelen szeretetet ajándékoz, hogy gyermekeiddel együtt sír és együtt neves, hogy lásd őket felnőni, majd saját otthon tervezni mivel te anya vagy, határok nélküli szeretetet adsz, és mindig ott vagy, ahol dédelgetésre, ölelésre, csókra vagy támaszra van szükség. És hogy tudják, amikor az édesanya sír, az úr megszámolja könnyeit, és amikor egy anya védelmez, minden angyal körül öleli őt, amikor pedig egy anya mosolyog, összegyűjti mosolyába a világ összes boldogságát és reményét. Ezért mi is teljes szívből és sok-sok szeretettel kívánjuk, hogy sok derűs és boldog napban legyen része. Isten éltesse! Most, hogy az anyákról beszéltünk, emlékezünk egy kicsit arra az időre, amikor gyermekek voltunk, és még inkább mi lányok hőn és azt kívántuk, hogy mi is hordhassuk édesanyánk magas cipőit. Az igazság az, hogy a magas cipő szinte minden nő lábán jól mutat, sőt, ezen túlmenően kifejezett eleganciát biztosít a lábaknak. A magas cipőt viselő nő nem csak magasabb, de vékonyabbnak is tűnik, és sokak szerint nőiesebbnek is. Vagy legalábbis ezt tanítja a társadalom, amelyben élünk. Ám a magas, olykor hihetetlenül magas sarkúban való egyensúlyozás vonza a tekinteteket, és azt a hatást érje el, hogy sokkal inkább bízunk saját erőinkben. Szomorú, de igaz. Ezzel szemben az izületeknek, az izomzatnak és a csontrendszernek ez nagy megerőltetést jelent. Ezzel együtt sok nő választja nap mint nap a magas sarkú cipőt. A kérdés, amit fel kéne tennünk, mit választunk, az eleganciát vagy az egészséget amikor eljön a pillanat, hogy stílusosan jelenjünk meg, a csinos magas cipő verhetetlennek bizonyul. A magas sarkú cipők hosszabbítják a lábat, ezáltal testük karcsúbbnak tűnik, a megjelenés pedig kifinomultabbnak hat. Sajnos azonban a magas sarkú sok nő számára szörnyű szenvedéseket okoz. Köszönjék meg a tervezőknek azt a gyöngességüket, hogy tűhegyes sarkú és szoros, karcsúsított cipőket terveznek, amelyek a sarok fájdalmához vezet. Mindannyian tudjuk, hogy a magas sarok nehezen hordható kiegészítővé változtatja a cipőt. Az időleges kényelmetlenség érzetén túl a magas sarku cipő mindennapos használata idővel egy sor egészségre káros hatást idézhet elő. A sürgősségi kórházak gyakori ficam, rándulás vagy éppen törés eseteivel találkoznak, amelyek okozója a magas sarku cipő viselete mellett közrejátszó baleset sújtott a terület vagy alkoholfogyasztás. A tyúk, szem, a vízhójag és a láptái fájdalmak továbbá a nők megszokott problémáiká válnak. Ezek mellett azonban léteznek olyan hosszú távú problémák is, amelyek idővel jelentkeznek. Gondoljanak csak arra, hogy a magas sarkucipőben végigjárt nap az ön lábujaira több száz tonnás nyomást gyakorol. Az orvosok véleménye az, hogy a két és féltől egészen 5 cm- centiméteres sarkucipő a jó választás, amely kényelmes és egyben egészséges a láb számára. Ezzel együtt elszomorító, de kerülni kell a magasabb sarkucipőket, mert azok nyomást gyakorolnak a lábcsontjaira. A széles sarok a stabilitás érzetét kelti állás közben, emellett kényelmes is. Ebből azokból kifolyólag hordanak a nők maga széles sarkucipőt a nap teljes egészében. Ezek kíméletesebbek a lábbal, mint a stiletto jellegű sarkak, de a térdekre nézve ugyanolyan veszélyesek. A térd ugyanis az első áldozata a magas sarkaknak. A leggyakrabban észlelt magas sarkú cipő okozta probléma a középcsont fejének elváltozása, csontos kinövés a nagylábúj tövénél. Az ilyen típusú cipőknek köszönhetően a nők esetében gyakori a középcsont majdnem észrevétlen bántalmaitól, egészen a láb komoly problémájáig terjedő jelenség. Extrém esetben ezek sebészeti beavatkozásra szorulnak. A magas sarkú cipők használata során felemeljük a sarkat, ezzel egy időben pedig a súlypont előre tolódik. A szakértők azt állítják, hogy amikor a test egy része kibillen a normális egyensúlyból, azt az egész szervezetnek ellensúlyoznia kell. Ebből azokból kifolyólag kénytelenek vagyunk megváltoztatni a háttartást, hogy ellensúlyozzuk a hiányt, ez pedig nyomás gyakorol a hátgerincre és a hát idegeire. Minél magasabb a sarok, annál nagyobb mértékben szükséges a különbség ellensúlyozására irányuló normális testtartás megváltoztatása. A súlypont előre tolódik, a test pedig arra törekedik, hogy az ellensúlyozás érdekében sokkal hátrébb tolja a vállakat. Következésképpen a hátgerinc pozíciója megváltozik, amely a hát, a vállak és a nyak eredményezi. Idővel testtartásbeli problémák jelentkezhetnek. A női láb szebb egy magas sarkú cipőben, de kényelmesebb, alacsonyabb sarkú lábbelit hordani, és egészségesebb is. Azok számára az asszonyok és kisasszonyok számára, akik anyai örömök elé fognak nézni, még jobb, mert így módon megóvhatják gerincoszlopukat. Minél magasabb a sarok, annál szebb a láb. Ha tudsz járni bennük, miért is ne? Véleményem szerint jól néz ki a magas sarkú viselet. A nők szépsége jobban érvényesül, ha magas sarkú cipőt viselnek, ebben néznek ki a legjobban, ha viselni tudják. Sokkal jobban áll nekünk a magas sarok, de sokat kell gyalogolnunk, ezért kényelmesebb az alacsony sarkú viselet. A magas sarkú cipőviselése kapcsán szó kerül az Achilles inről is, amely megduzadhat vagy sérülés érheti. A magasarku cipők által elősegített bántalmak közé sorolható a vízér és az osteoartritis, amely gyulladás során az izületi felületet védő porc sérül. Sok nő tudatában van a bemutatott veszélyeknek, mégis folytatják a magasarku cipő viselését. Számukra ez az ár, amelyet a divatnak való hódolásért cserébe szükséges megfizetniük. A szakértők aggódnak a nők magasarku cipőkre irányuló rajongása miatt. Ők nem értik, hogy a nők egy olyan világban, amely nem mentes, veszélyes, veszélyesebb és szövődményesebb járványoktól és különböző bántalmaktól miért nem képesek tudomásul venni a magasarku cipők által hordozta veszélyeket. Ha azoknak a nőknek a magas számát tekintjük, akik nem képesek más lábbelit hordani, mint a magasarku cipőt, azt hihetjük, hogy ez függőséget okoz. Ne értsék félre, ez a műsor nem arra buzdít, hogy dobjuk szemétbe az összes magasarkucipőt. Mindössze megpróbáltuk önöket meggyőzni arról, hogy a magasarkucipők hordása ne váljon napi szintű szokásá. A szakértők különféle tanácsokat adnak azoknak a nőknek, akik magasarkucipők függőivé váltak. Ahhoz, hogy segítsük a lábat a magasarkucipők hordásában, legkevesebb napi két órát kell lapos cipőben járni. Hasonlóképpen szükséges a lábszár erősítő gyakorlatok napi szinten történő rutinos végzése. A magas sarkú cipők okozta bántalmakkal szemben rendkívül hatékony a cipőbe helyezhető géltalp, mert ez felfogja annak a soknak a nagy részét, amelynek a láb ki van téve még ha nem is hittük volna, de a magas cipő cipőviselete fejfájást is okozhat. Mivel szervezetünk olyan rendszer, amely láncszerűen érzékeli a negatív hatásokat, a magas sarkú cipőviselés által okozott nyomás a hátban, az idegek által a tarkóba jut. Ennek eredménye gyakori migrén formájában határozható meg. Annak érdekében, hogy elkerüljük az egészségtelen lábbeli viselését, amely veszélyezteti a lábat, vegyék figyelembe a következő javaslatokat. A cipő sarka lehetőleg 2-3 cm legyen, esetlegesen olyan elemekkel, amelyek felfogják a sokkot. Használjanak géles ortopéd talbetéteket. Viseljenek kis és puha talpú ortopéd cipőt. Válasszanak kerekórú cipőt, hogy a lábujjak ne legyenek nagyon összeszorítva. Teszteljék a cipő rugalmasságát annak megvásárlása előtt. A cipőnek nem szabad se túlságosan puhának, se túl merevnek lennie. Vásároljanak cipőt az este folyamán, amikor a lábak duzzadtabbak. Ezáltal elkerülhető annak a veszélye, hogy később arra a következtetésre jussanak, hogy a megvásárolt lábbeli túl kicsi. Következésképpen kisasszonyok és hölgyek bármilyen magasak is magas cipőben, mielőtt megvásárolnának egy kivételesen szép magas cipőt, arra kérjük önöket, gondoljanak azokra a veszélyekre is, amelyeket ezáltal vállalnak. A gyakori magas sarkú cipő viselése által téves útra vezetjük szervezetünket, és testünk bizonyos részeit túlterheljük, de függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak vagyunk, átlagosan 50 éves korunkig legkevesebb 150 ezer kilométert gyalogolunk életünkben, ezért fontos, hogy nagy odafigyeléssel vigyázzunk lábainkra, és ők sokáig hűségesen fognak szolgálni minket. Azonban az emberek nagy része ezt nem teszi meg. Esetükben gyakori a tyúkszem, a benőtt köröm és a gyulladás. Még ha egyes problémák szorosan a láb szerkezetéhez is kapcsolódnak, a problémák nagy része mégiscsak megelőzhető és kezelhető. A tyúkszemek és azok a részek, amelyeken a bőr megvastagszik, olyan zónák, amelyek külső bőrfelülete megvastagodott a lábat cipő csontra gyakorolt nyomása által. Ez a megvastagodott rész irritálja az alatta lévő bőrt, ennek eredményeképpen pedig megjelennek a gyakran gyaloglás közbeni helyi irritációk is. A tyúkszem gyakran a nagy és a kislábújon keletkezik. A megvastagodott bőrészek általában a lábcsontjainak végződésein jelentkeznek. A puha szem kiterjedhet a lábujak közötti részre is. Az Achilleszín fájdalma annak az ínynak az irritációja vagy gyulladása, amely összeköti a térdet a sarokcsont hátsó részével. A kalapácsúj a lábúj állandó jellegű deformálódása, amelyek a lábúj izületeinek közepén jelennek meg, és amely kinövéshez hasonlít. Ezek a problémák nagy részt a második lábújon jelentkeznek, abban a pillanatban, amikor a nagyúj e felé az új felé orientálódik és nyomást gyakorol rá. Azok a cipők, amelyek szorítanak, ezeknek a deformálódásoknak a még nagyobb fájdalmát, valamint további kinövések keletkezését idézhetik elő. A saroktáji fájdalom rendkívül elterjedt panasz, és sok esetben a sarokcsont előső részén található csont megnagyobbodásához társítják. A probléma akkor keletkezik, amikor az egyik szallag ahhoz a részhez tapad, ahol a sarokcsonthoz kapcsolódik, és messzesedést, kinövést eredményez. A fájdalomnak azonban számos más oka is lehet a Morton Neuroma Benignus jóindulatú daganat, amely a harmadik és a negyedik lábúj, vagy a második és harmadik, illetve a negyedik és ötödik közötti ideg megvastagodását eredményezi. A túlságosan szűk cipő összeszoríthatja a lábújakat, és nyomás gyakorolhat azok csontjaira, ezáltal fájdalom lép fel. A talpi szemölcsök a talpon helyezkednek el és hasonlítanak a tyúk szemre. Ezek befelé nőhetnek a talpon, állás okozta súlynyomása véget. Legyen szó tyúk irritációról vagy deformálódásról, az egyedüli védkes minden esetben a hosszú távon nem megfelelő lábbeli viselése. Természetesen szakértő által végzett vizsgálat ajánlott, de ha ezek között bármilyen bántalom jelentkezik, nem csak a cipők esztétikáját kell figyelembe vennünk, de kényelmességüket is. Ha a cipő kényelmes, viszont a láb lábduzzat az mindenképpen ismeretlen probléma forrása. Lehet sportsérülés, terhesség, szívbetegség, folyadékvisszatartás, veseprobléma vagy egyéb. Egy fárasztó munkanap után akár sokat állunk, akár irodában ülünk, elsősorban nekünk, hölgyeknek, ha magas sarkú cipőt hordunk, elfárad, nehéznek érezzük és megdagad a lábunk. Ennek elkerülésére vannak különféle termékek, gélek, gesztenye, áfonya, hamamelész, aloe kivonatú krémek, amelyek segítenek megoldani ezeket a problémákat. Egy könnyed masszár segítségével kell őket felvinni a lábra, és azonnali komfortérzetet váltanak ki. Tudnunk kell, hogy nyári időben vagy ha túl sokat állunk lábon, ha a lábunkat egymáson keresztbe tesszük, illetve fogamzásgátló szedése vagy terhesség esetén a lábduzzadása normális. A legfontosabb az, hogy ne csavarjuk körbe lábunkat elasztikus szallagokkal, és ne viseljünk szűk harisnyát, mert a nyomás növelheti a duzzadást, ezáltal további érrendszeri problémák alakulhatnak ki. Jegyezzük meg, hogy ha lábunk ismételten duzzad, az orvosi vizsgálat feltétlenül szükséges. Most pedig lássuk, mit kell tennünk, ha a görcs kínzó fájdalmaival vagyunk kénytelenek szembenézni. Ezek az izomösszehúzódások kegyetlenek és általában a legrosszabbkor jelentkeznek. Úszás vagy alvás közben, vagy amikor az autóvolányánál ülünk. Az izomgörcs az izmok önkéntelen megfeszülésének tudható be, amelyet a kalcium és a magnézium hiány okoz. Ez kiterjedhet a láb, a lábszár, az újak, a comb vagy a hátsó izmok területére. Ezek leginkább az otthonülő életmód, az alacsony hőmérséklet, a lábonállás és a megterhelő erőkifejtés hatására jelentkeznek. A görcsök spontán módon keletkeznek, rendkívül fájdalmasak és néhány másodperctől pár perc erejéig tarthatnak. Ezek nem jelentenek súlyos egészségügyi problémát, bizonyos esetekben azonban ajánlott az orvos felkeresése. Megszüntetésük érdekében járkálni kell vagy szükséges a láb gyengén masszírozása. Hasonlóképpen végezhetünk lábnyújtási és lengető gyakorlatokat a fájdalom megszüntetése érdekében. Mindent összevetve, a lábgörcs kellemetlenség forrása sokak számára létezik egy furcsa, megmagyarázhatatlan, de működőképes gyógyír a Milton F. Ellen által felfedezett módszer, amely a krónikus izomspazmusra védekező görcse irányul, magába hordozza az egyszerűséget. Az izomgörcs első jelének észlelésekor csípje meg a felső ajak és az orr közötti részt, tartsa fenn állandó jellegel ezt a nyomást 30 másodpercig, ha szükséges, akár hosszabb ideig. A fájdalom távozik, az izmok a csípéstől számított pár másodpercen belül elernyednek. Az orvosok bár nem tudják megmagyarázni az okot, amiért ez működik, mégis kénytelenek elismerni azt. Hatékonysága elismert a professzionális atléták és edzőik körében is. Ránk már csak az a feladat maradt, hogy szép és láptái fájdalmaktól mentes életet kívánjunk önöknek. Ahogyan egy román közmondás is tartja, jaj a lábnak, ha nincs feje, ezt érdemes komolyan vennünk. Valóban nem hagyhatjuk, és nem is szabad magunkat a sors kezébe helyezni, nem mondhatjuk, hogy lesz, ami lesz. Jól meg kell gondolnunk minden lépésünket és választásunkat. Ahogyan láthattuk, még egy nem megfelelő vagy túl magas sarokkal rendelkező cipő is fejfájást okozhat annak konkrét értelmében, és azokban a pillanatokban, amikor görcs húzza a lábunkat, mintha a lélegzetünk is elakadna. Viszont egy mély kontrollált ha hasi légzés aktiválja a szervezet fékjeként ismert idegrendszert, hiszen csökkenti a nyomást és a fájdalmat. Gyakorlatilag annak ellenére, hogy napi szinten átlagosan 20 ezer alkalommal veszünk levegőt, sokan nem tartják fontosnak azt, hogy hogyan lélegeznek. A légzés a szervezet sejtjei és a közvetlen környezet közötti oxigén és a széndiokszid állandó jellegű cseréjét jelenti. Az ember esetében ez a csere nem közvetlen módon valósul meg a sejtek és a légkör levegője között, hanem két lépcsős folyamat. Az első a sejtek szintjén történik. A sejtek oxigént vesznek föl a sejtközi folyadékból, amelyek a vérből veszik az oxigén, ugyanezen a szinten távolítják el a sejtek a széndiokszidot a sejtközi folyadékból, ahonnan a gáz a vérbe jut. Ezt hívják sejtlégzésnek a második a tüdőszintjén történik. Az oxigén átjut az alveoláris levegőből a vérbe, a széndiokszid elhagyja a vért és bejut a tüdőbe lévő levegőbe. Ezt hívják tüdőlégzésnek. A helyes légzés nagyon egyszerű, de sajnos közülünk sokan nem végzik ezt a gyakorlatot. Ahhoz, hogy maximális képességgel tudjunk lélegezni, ahhoz a mellizmoknak ellazultaknak kell lenniük, a belégzés által pedig jól meg kell töltenünk tüdőnket levegővel, hogy minél nagyobb mennyiségű oxigént juttassunk a vérbe. A vér oxigén elvaló ellátása a szervezet összes kémiai folyamatának alapját képezi. Az emberi test minden jellegű égetési folyamata oxigént használ. Az anyagcsere megsínli ennek a vitális elemnek a hiányát, nem tudja előállítani a hasznos elemeket, és nem képes eltávolítani a szervezetből a mérgeket, anélkül, hogy tudnánk róla. Az elégtelen légzés megnöveli a krónikus betegségek esélyét, melyek sorra veszélyeztethetik az összes szervünket. Sajnos senki nem ismeri fel a légzés jelentőségét. A helyes és teljes levegővétel számos jótékony hatása rendelkezik a szervezet teljes egészére nézve. Megnöveli a vér minőségi szintjét és a tüdők oxigénnel való ellátását, ez segít a szervezetnek eltávolítani a méreganyagokat. Jobbítja az emésztést és a tápanyagfelvételt. A gyomor hatékonyabban működik, ha több oxigénhez jut. Az emésztés könnyebben megy végbe, ha a táplálék oxigén ellátott. Jobbá teszi az idegrendszer működését, beleértve az agy, a gerincvelő, az idegközpontok és általában véve az idegek működését is. Az agynak nagy szüksége van az oxigénre, háromszor annyi oxigént használ, mint a szervezet többi része. Fiatalítja a bőrt. A megfelelő oxigénellátás által a bőr bársonyossábbá válik, és lényegesen csökkennek a ráncok. A helyes és mélyézés közben a diafragma mozgásai masszírozzák a hastái belső szerveket, gyomor, vékony bél, máj, hasnyálmirigy, valamint a szívet, ezáltal serkenti a vérműködését a belső szervekben. A tüdő egészségesebbé és ellenállóbbá válik. A helyes légzés ezen túlmenően hozzájárul a tessúly szabályozásához. A nagyon mennyiségű oxigén hatékonyabb zsírégető. A légzés megnyugtatja a testet és az elmét. A ritmikus légzés szabályozza a szívverést és ellazítja az izmokat. Ennek hatása az elme megnyugtatása, így csökken a szorongás. Az egészséges légzés megnöveli a tüdő és a melkas rugalmasságát, ezáltal megnöveli a légzési képességet. A légzés nagyon fontos gyaloglás közben is, de még inkább akkor, ha erőt fejtünk ki. Rendkívül fontos szervezetünk számára. Helyes légzés nélkül nem csinálhatunk semmit. Jelezheti, ha valamilyen krónikus betegségben szenvedünk. Rendkívül fontos, hogy tudjunk helyesen lélegezni. A belégzés és kilégzés a helyes légzés kulcsa. A légzés elsősorban a tüdőnk szellőztetését jelenti. Nagyon sokan hibáznak, és nem tudják, hogy lélegezni óron át kell, és nem szájon át. Ha pedig nem lélegzünk helyesen, akkor túlterheljük a szervezetünket. Az a mód, ahogyan természetesen reflexszerűen lélegzünk, lehet, hogy nem helyes. Amikor légzésre irányuló ki- és belégzési gyakorlatokat végzünk néhány másodpercig, a vérkeringés meghatározóan jobbá válik, a szervezet így sokkal jobban működik. Lássuk, mi is a teendő az orr tisztítása és kifújása által szabaddá tesszük a légutakat. Megbizonyosodunk arról, hogy semmi és senki, telefon, csengő, öv nem akadályoz a légzés gyakorlatok végzése közben. Háton fekve vesszük a levegőt az orron keresztül. Az orrüreg valódi filterként működik. A lehető legteljesebben megtöltjük tüdőnket, így a levegő annak mélyebb pontjaiba is eljut, majd kifújjuk a levegőt mindegyik kifújást mélyen éljük meg, mint egy gondtól vagy negatív gondolattól való megszabadulást. A belégzésnek és a kilégzésnek egyaránt mérehatónak, hosszúnak és egyenletesnek kell lennie a melkas, a mély, a szervezetre jótékony hatás gyakoroló lélegzetvétel folytán kitágul, ezáltal a teljes immunrendszer javul. Megerősödünk, mosolygósabbak leszünk, arcunk élettel telibbé válik, és teljesen más tónus nyer. Az a fontos, hogy ne feszegessük személyes határainkat, a gyakorlatok megkezdése előtt pedig szelőztessük ki alaposan a szobát. Kezdetekben a gyakorlatok enyhe szédülést okozhatnak, amiatt, hogy a vérbe erőteljesen áramlik az oxigén. Nem kell aggódnunk, ez csupán a szervezetünk reakciója arra a légzési módra, amelyel nincs megszokva. Így, ha megtanulunk egészségesen lélegezni, megtanulunk egészségesek lenni. Ezzel mai adásunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét és egy csodálatos hetet kívánunk. Viszontlátásra!